Oleg mindössze kilenc éves, de már szépen énekel, rajzol és verset is ír. Jelenleg nagyszüleivel él Kárpátalján. A háború következtében a családnak már kétszer kellett áttelepülnie. Egykor a Dombászi régióban éltek, ahonnan 2014-ben Harkívba költöztek. Olha a kisfiú nagyanyja elmondta, hogy az utóbbi években számos megpróbáltatás érte őket. A Covid és a háború jelentősen megnehezítette a felnőtt Életét, a kicsiktől pedig elvette a gyerekkort. Első osztályosként néhány hetet járt iskolába, majd egy ideig betegeskedett, kórházban volt. Ezután elkezdődött a COVID-járvány, bezárták az iskolákat, majd jött a háború, szinte nem is járt iskolába, barátai sincsenek. Pincék, metró, bujkálás, otthon a kádban, a falak között padlón fekve próbáltunk életben maradni. Hosszú keresés után Kárpát alján találtak biztonságos menedékhelyet, összecsomagolták minden holmiukat, vonatra szálltak és megérkeztek a mesés Fülöp falvára. Megérkeztünk ide, és ő kicsit olyan volt, mint Maugli. Meglátta a gyerekeket, az iskolát, a csodálatos környezetet. Még egy kis folyó is van a közelben, a hegyek csodálatosak. Elment az iskolába, ott körbevették a gyerekek, a tanárok, azonnal lettek barátai. Annyira kellemes volt ez a fogadtatás, szinte liba bűrös lettem. Befogadtak, élhető világban lehetünk, minden jóval ellátnak. Itt szabad embernek érezhetjük magunkat. Még nem is olyan régen ez az épület teljesen elhanyagolt állapotban volt, emlékeztek vissza a helybéliek. Végül az ember a bajban nemzetközi segélyszervezet jóvoltából megtörtént a felújítás. Felszerelték szükséges kellékekkel, hogy lakható legyen. Ma ez a hely több áttelepült család otthona. Ez az épület korábban nem volt alkalmas arra, hogy otthont nyújtson bárkinek is. Szörnyű állapotban volt. Emeletes épület. Egyszerre 27 személy befogadására alkalmas. Vannak lakó Donetszből, Kramatorszkból, Luhanszkból, Mariupolból. Az utóbbi időben sokan érkeznek Harkivból. A nemzetközi szervezeteknek köszönhetően megyénkben sok ilyen szálláshelyet alakítottak ki. Legtöbbjük ma is várja az új lakókat. Nem minden menedékhely működik teltházzal. Korábban többen érkeztek Kárpátaljára, most viszont kevesebb áttelepült van, de a hirdetés sokat segít ezekben az esetekben, hiszen már közvetlenül a lakhelyükre érkeznek meg. Az ember a bajban segélyszervezettel a közösségi oldalakon közzétett elérhetőségek révén lehet felvenni a kapcsolatot.